Gratulálunk! Köszönjük szépen Patai Annának! Szia, meg szeretettel várunk ide. Gyorsan futás! Ragadj magadhoz egy mikrofont! Szia, Anna! Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk! Köszönjük, hogy annak idején ugye egy ilyen tehetségkutatón tűntél fel, és ott értél el fantasztikus eredményt, talán csak a korod miatt nem nyerted meg szerintem, már akkor is. Rájössz majd egy pár év múlva megnyerni. Ugye jönnek a kellemetlen kérdések egyike, például ugye, hogy azon kívül, hogy mi történt veled azóta, mi történt veled az iskolában, mert ugye hát neked azt is el kell végezni, még nem is keveset. Igen, így van. Én ugye már 2 éve magántanuló vagyok. Én már ehhez teljesen hozzászoktam. Nekem ez már egy teljesen bevált dolog. Mostanában fogok menni 7-be. Ugye most jutott időm. Mostanában? Valamikor? Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy neked nem is úgy kezdődik szeptemberben. Elején, közepén fogom megírni a nagy vizsgámat, hiszen ugye színházban próbáltam, fellépek, ugye folyamatosan készítjük az új dalokat, ebből kifolyólag ugye, hát magántanuló vagyok, és ugye ilyenkor jutott időm a vizsgára, folyamatosan tanulok a tanárokkal, jön hozzám a tanárom, tényleg nyomatjuk ezzel a tanulást is, és figyelünk rá, és szerintem tök jó lesz. Jól fog sikerülni. Figyelj csak, Annácska, hány szerelmes levelet kapsz te egy nap? Ez egy nagyon komoly kérdés, na. Szoktam kapni... Egyet, óránként. Azért szoktam kapni többektől, de én még úgy gondolom, hogy kicsi vagyok, és még igazán ráérek, hiszen úgy gondolom, hogy sokkal több olyan dolog van, ami fontosabb most jelenleg az életemben. Például ugye a színházak, a fellépések, a dalok, ez az egész nekem így. Miben lépsz fel, ha már annyiszor emlegeted a színházat, akkor milyen darabokban lépsz fel? Most éppen próbálunk a Budapesten, a Madách Színházban a Mary Poppins című musicalre. Igen, már lassan elérkezünk a főpróbákhoz. Nagyon-nagyon jó lesz, nagyon-nagyon imádom. Folyamatosan ugye próbálunk minden nap, én nagyon-nagyon szeretem. Aztán októberben fog elkezdődni a Centrál Színházban az egy nyári énmosolya. Töröcsik Marival, Kovács Patriciával, Nagy Kálózi Eszterrel. Ugye azért folyamatosan... Bocsáss meg, hogy itt közbevágok, mert nagyon kevesen mondhatják el, ilyen fiatalon, ilyen nagy nevekkel dolgozhatnak együtt, mint Töröcsik Mari például, vagy Nagy Kálózi Eszter. Neked mit jelent ez? Igen, ennek nagyon örülök, hogy velük lehetek egy színpadon. Én nagyon tisztelem őket, és rengeteget tanulok tőlük. Uh-huh. És hatalmas megtiszteltetés, hogy velük lehetek egy színpadon. Az már most látszik, hogy nagyon céltudatos vagy. Már akkor is látszott, amikor legelőször láttunk téged ebben a tehetségkutatóban, de most is látszik rajtad, hogy tudatos vagy, választékosan beszélsz, tudod, hogy mit akarsz. Ez azért annyira nem jellemző a magadkorú fiatalokra. Vagy te más tapasztalsz? Hát úgy, ahogy mondod, én már tudom, hogy mi szeretnék lenni a jövő folyamán. Én szeretnék ugye színésznő lenni, és énekesnő is, kettőt
párhuzamosan. Nekem mindkét pálya nagyon-nagyon tetszik, és szeretném folytatni. Tehát, hogy én tudom, hogy ezt szeretnék lenni, és most ugye, hogy belecsöppentem ezekbe a dolgokba, nekem én úgy döntöttem, hogy nekem ez a világom, és én ilyen szeretnék lenni. Te egészen biztos, hogy színpadra termettél. Egyébként például nemzetközi karrierre vágysz? Igen. Tehát amikor azt mondják, hogy ladies and gentlemen, Anna Patai. Jó, de jó lenne. Igen, igen. Hát most, hogy így említed, már gondolkoztam ezen, hogy szeretnénk nemzetközi sikereket is elérni. Nagyon remélem, hogy össze fog jönni. Biztos vagyok benne egyébként, mert hogyha valaki ennyire elszánt és eltökélt, és ezért meg is tesz mindent, mert és azért nyilván ebben rengeteg munkát kell tenni. Köszönöm. De azért mondhatom így a szemedben, mert hát már szerintem ezerszer mondták neked, tehát számod ez nem új, csak nagyon vigyázz, hogy mindig maradj a földön is, légy szerény, és akkor lesz igazán nagy ember. Köszönöm. Annácska, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Azt már elmondtuk, hogy ki nyert tegnap az Anna és Most játékban. Most következik majd egy felvétel. A játék@mtva.hu e-mail címet ne felejtsék, és azt kell megmondaniuk nekik, önöknek, hogy melyik település látható a képeken. Lássuk a bejátszást.